Jó reggelt kívánok, Önök az ATV híradóját látják, Tóth Géza vagyok. Újra könnygáz fújtak a rendőrök a tüntető diákokra, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbált bejutni a rendőr sorfallal és kordonokkal elzárt karmelita kolostor elé. A tömegből egy fiatalt és Tompos Márton momentumos országgyűlési képviselőt is kiemelték a rendőrök. A diákok a tüntetésen egyébként bejelentették, hogy egy úgynevezett hétigenes népszavazást kezdeményeznek az oktatás jövőjével kapcsolatban. Táblákkal felszerelkezve gyülekeztek szerda délután a fiatalok a bazilika előtt az újabb diáktüntetés előtt. A tömeg innen indult útnak először a belügyminisztérium elé. A diákok nem csak az oktatás szerintük tarthatatlan állapota miatt, hanem a tanáraik anyagi megbecsülése érdekében is felszólaltak. Az oktatást is felügyelő belügyminisztérium épületéhez érve a tömeg a miniszter lemondását követelte, majd tovább indultak a parlament elé. Az Alkotmány utcában több diák is felszólalt, elsősorban a legutóbbi diák tüntetésen történt rendőri fellépés ellen. A rendőrállam figyelmeztetés nélkül gyermekvédelmi könnygáz fújt ránk az arctalan tömegre, de ha rendesen felmérik a helyzetet, rájönnek, hogy nem egy arctalan tömegre fújnak, hanem 16-18 éves diákokra, olyan kiskorúakra, akik egyértelműen nem voltak veszéllyel az ott álló rendőrökre. Itt azt is bejelentették, hogy egy úgynevezett hétigenes népszavazási kezdeményezést adtak be a választási irodához az oktatás jövőjével kapcsolatban. A beszédek után a tömeg a Clark Ádám térre vonult, de itt sem ért véget a tüntetés, indultak tovább a várba a miniszterelnök hivatala elé. A karmelita kolostorhoz nem tudott eljutni a tömeg, ugyanis a rendőrség lezárta az oda vezető utat, így a demonstrálók a dísztéren gyülekeztek. Nem sokkal 8 óra előtt néhány diák tejszínhabot kezdett fújni a rendőrök felé, majd elkezdték lebontani a felállított kordonokat. A rendőrök erre válaszul könnygázzal próbálták hátrébb szorítani a tüntetőket. Ezután hosszas várakozás vette kezdetét, majd később egy demonstrálót és Tompos Márton momentumos országgyűlési képviselőt kiemelték a rendőrök a tömegből. Tompos Márton egy fiatalember mellett állt, a fiatalembert közvetlenül közelre fújták arcon könnygázzal és gumibottal verték, Tompos Márton pedig megfogták és gyakorlatilag ilyen folytófogással ráfogtak a nyakára és berángatták a rendőrsorfal mögé. Az imént láttuk, még gyors kötőzővel volt összekötve a keze, ez ma Orbán Viktor Magyarországon 2023-ban. A demonstráció nem sokkal este 9 után ért véget, de a diákok azt ígérték, még visszatérnek. Éjjel fél kettőkor engedték ki a Gyorskocsi utcai fogdából Tompos Mártont, derül ki a Momentum Facebook bejegyzéséből. A párt szerint több órán keresztül tartották fogva a rendőrök a parlamenti képviselőt, akihez a Momentum ügyvédjét sem engedték be. Az persze nem derül ki, hogy miért vitték be a Momentum országgyűlési képviselőjét, ahogy az sem, hogy miért volt szükség este könnygázra, gumibotra és rendőri brutalitásra, tette hozzá a párt. Engedményeket tenne a kormány a tanároknak. A belügyminisztérium elvetette a röghözkötés tervét, és már arra sem kényszeríthetnék az évközben felmondó tanárokat, hogy a tanév végéig oktassanak. A pedagógus szakszervezetek szerint azonban hiába finomított a kabinet a státusztörvénytervezeten, az még így sem teszi vonzóvá a tanári pályát. Helyettesítésekkel oldják meg a tanév hátralévő részét ebben a budaörsi magániskolában, miután a tanári kar 14 pedagógusából 6 felmondott. Több mint 9000 tanár hagyta el a tankerületeket. 2021-ben több mint 3700 pedagógus, egy évvel később már 42%-kal többen, mint egy 5300 tanár mondott fel. 80%. A státusztörvény bevezetése tovább növelheti a pályaelhagyók táborát. A tervezet ellen egy hete legalább 1000 tanár, diák és szimpatizáns tiltakozott. Közben kedden a pedagógus szakszervezetek és a kormány képviselői egyeztettek a státusztörvénytervezetről. Változott a kormány hozzáállása. A PS szerint az Európai Bizottság határozott fellépése és az oktatásban dolgozók tiltakozása miatt finomított a kormány a tervezeten. A PS alelnöke pozitívnak értékelte, hogy a döntéshozók elvetették a pedagógusok röghözkötésének tervét,
és nem kényszerítenék a jogviszonyukról évközben lemondó tanárokat arra, hogy akár a tanév végéig is kötelezően tanítaniuk kelljen. Az áthelyezéseknél, átirányításoknál ott a kormány most már gondolkozik egy kisebb távolságban. Azt kell mondjuk, hogy igen, itt valószínűleg a fővárosban készítették a törvénytervezetet, és nem gondolkodtak abban, hogy hát vidéken ez 80-90 kilométeres átirányítást is jelenthet, ami fizikailag megoldhatatlan. A PDS is jelentősnek nevezte a kormány visszalépéseit, de nem elegendőnek. Jelentős kérdésekben nem lépnek vissza. Ilyen például a tanév hossza, ilyen például az, hogy át lehet továbbra is vezényelni a pedagógusokat más munkahelyre, tehát nem közös megegyezéssel változhat a munkavégzés helye, hanem egyoldalúan. Az MSZP elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány el akarja venni a közalkalmazotti státuszt a pedagógusoktól, a béremeléssel kapcsolatban pedig az unióra mutogat. Eleve problémásnak tartom azt, hogy egyébként a szuverenitására oly kényes kormány Brüsszeltől és az EU-tól várja egy nemzeti hatáskörbe tartozó területnek a finanszírozását. Hát micsoda kettős beszéd ez? Ez nem zavarja és érti a szuverenitását? Az a pénz, azt nem Brüsszel adja, meg Brüsszelhez megyünk érte kérni, az Magyarországnak jár. Az a magyar költségvetése része. És mi úgy döntöttünk, hogy ennek az EU-s forrásnak a legnagyobb konstrukcióját a pedagógus béremelésre hozzuk létre. Korábban az Európai Parlament 5 frakcióvezetője azt kérte az Európai Bizottságtól, ne fizessen az Unió Magyarországnak, ha a státusztörvény jelenlegi formájában hatályba lép. 8 osztálytársát és egy biztonsági őrt is megölt egy 14 éves diák egy belgrádi általános iskolában. Történelem órán kezdett lövöldözni. Tettét, mint később kiderült, alaposan megtervezte. Listát készített a kivégzendő gyerekekről, és az intézmény tervrajzát is megtalálták nála. A lövöldöző a mészárláshoz használt 9 mm-es fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, 4 molotov koktélt és 3 feltöltött tárat is magával vitt. Rendőrök lepték el reggel az iskolát, ahol a 14 éves diák lövöldözni kezdett. A támadásban 8 gyerek és egy biztonsági őr is meghalt. További 6 diákot és egy tanárt kórházba szállítottak. A támadás hírére több szülő is az intézményhez sietett tájékoztatásért. Az elkövetőt, aki a szerb sajtó szerint egy jól szituált orvoscsalád gyermeke, nem sokkal a lövöldözés után az iskola udvarán fogták el. Bilincsben letakart fejjel rakták be a rendőrautóba. A hatóságok szerint a fiú feladta magát a támadás után. Tette sokakat meglepett. Csendes volt, kedvesnek tűnt, és az osztályzatai is jók voltak. Sokat viszont nem tudtam róla, mivel nem volt annyira nyitott. Azt viszont soha nem gondoltam, hogy ez megtörténhet, mondta ez a 14 éves lány. A fiú az apja fegyverét használhatta, akit a rendőrök szintén őrizetbe vettek. A férfi elismerte, hogy több fegyvere van, amelyeket széfben tart. A rendőrség tudomása szerint a fiatalkorú elkövető és édesapja gyakran járt lőterekre gyakorolni. Az egyenruhások szerint a fiatal nem hirtelen felindulásból kezdett vérengzésbe. Maga mondta, hogy előre megtervezte a büntény elkövetését. Ez egy lista azokkal a gyerekekkel, akiknek a kivégzését kitervelte. Azt is megtervezte, hogy hogyan jut be és ki az iskolából. És ahogyan ő maga is elismerte, elsődleges célpontokat jelölt ki. Mondta egy sajtótájékoztatón a belgrádi rendőrség vezetője. Szemtanúk szerint a fiú először a tanárnőre lőtt, majd találomra lövöldözni kezdett. Az első halálos áldozat az iskola biztonsági őre volt, aki feltehetően több halál esetet akadályozott meg azzal, hogy a lövöldöző elé állt. A történtek az egész országot sokkolták. Ma azokkal kell foglalkoznunk, akik mindezt látták és túlélték. Az összes gyerekkel és munkatársal, akik életük végéig viselni fogják ezt a sebb helyet. Az oktatási minisztertől pedig azt várom, hogy megmondja, hogyan kezeljük ezt a helyzetet, mondta ez a tanár. A belgrádi kormány 3 napos gyász hirdetett péntektől. Az oktatási miniszter szerint az ilyen támadásokért a filmek, a számítógépes játékok, vagyis a nyugatias értékek tehetők felelőssé. Akár 6% is lehet jövőre a nyugdíjemelés, mert a kormány magasabb inflációt vár 2024-re, mint ahogy azt korábban becsülte, írja a Menedzser Fórum. A lap szerint mindez az uniós kötelezettségeink részét képező, április végére elkészített konvergencia programból derül ki. Tavaly decemberben a pénzügyminisztérium még 4,3%-os pénzromlással számolt a jövő évre.
A jegybank ennél pesszimistább volt, ők 5%-os inflációt is elképzelhetőnek tartottak, de a kormány most ennél is borulátóbb a 6%-os előrejelzéssel. A Management Forum szerint a 6%-os nyugdíjemelés havi nagyjából 12 000 forintos plusz pénzt jelent a nyugdíjasoknak, abban az esetben, ha idén nem lesz nyugdíjkiegészítés. Nem lépett vissza egyik fideszes orvospolitikus sem a Magyar Orvosi Kamarába, derül ki a 24.hu összeállításából. A hírportálnak a Fidesz közleményében azt írta, idézem, a frakció egyetlen orvos tagja sem lépett vissza a kamarába. Hozzátették, a kamara visszaélt a hatalmával, amikor a kamarai tagság felfüggesztésével fenyegette az orvosokat, és arra akarta őket rávenni, hogy esküjüket félretéve korlátozzák a betegek egészségügyi ellátását. Győr fideszes polgármestere Dézsi Csaba azt mondta 24.hu-nak, hogy ő már 3 éve javasolta a kötelező kamarai tagság eltörlését, amikor Kincses Gyuláék átvették az orvosi kamara vezetését. Most sem lett jobb a helyzet, mivel a konfliktus keresése jobban foglalkoztatja a kamarát, mint a probléma megoldása, fogalmazott a városvezető. Visszahozná a nukleáris elrettentést és a szittya gondolkodásmódot a katonai oktatásba a Magyar Honvédség új vezérkari főnöke. Böröndi Gábort a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága hallgatta meg. A Jobbik konzervatívok szerint tele volt ellentmondásokkal a beszéde. Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter pedig úgy látja, Böröndi nagyon meg akart felelni az őt kinevező miniszternek. A Híradónk által megkérdezett biztonságpolitikai szakértő nem tudta értelmezni, hogy mit jelent a szittya kifejezés. A magyar katonai oktatásban a nukleáris elrettentést vissza akarom hozni. A Magyar Honvédség új vezérkari főnöke Böröndi Gábor a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága előtt azt mondta, új gondolkodásmódot vezetne be a magyar katonai oktatásba. Természetesen külön tábornoki rendfokozatú kollégával tervezem a szittya gondolkodásmódnak a továbbvitelét, a szervezetrendszerét, a doktrina, eljárás, teszteljük, nézzük meg, hogy tudjuk jobbá tenni, és a területvédelmi tartalékos erőknél pedig vegyük elő, hiszen ott jól fog működni ez az egész elgondolás. Az új vezérkari főnök azt is mondta, a magyar katonáknak a gyakorló téren verítékkel, külföldön, ha kell vérrel, kell felkészülniük mentálisan és szakmailag az ország megvédésére. Hozzátette, az elhúzódó orosz-ukrán konfliktus miatt újabb fejlesztésekre lesz szükség a honvédségen belül. Szerinte a következő időszakban fontos szerepet kap a drónhadviselés, a harcászati hírszerzés felderítés, a mélységi tűzcsapások és a távlogisztika fejlesztése. A Jobbik konzervatívok bizottsági alelnöke szerint sok ellentmondás volt a vezérkari főnök beszámolójában, ami lehetett volna szakmaibb és alaposabb. Azt szomorúan konstatáltam, hogy arra nem adott választ a vezérkari főnök, amit feltettem neki, hogyha lehet hinni a kormányzati propagandának, akkor hogyha világháború lesz, akkor atomháború lesz, de egy atomháborúban szittya technikával, hogy fogjuk megvédeni hazánkat, és hol látja ezt összeegyeztetetőnek, hiszen ez a kettő egymástól talán fényévnyi különbségre van és fényévi távolságra van. Tarjányi Péter értelmezhetetlennek tartja ezt a szittya megfogalmazást, de szerinte a tömegpusztító fegyvereknek és az ahhoz kapcsolódó tudásnak újból kiemelte jelen kell lennie a katonai oktatásban. Számtalan olyan összecsapás történt az utóbbi 5-8 évben, amihez kapcsolódóan megvannak azok a nyugati tapasztalatok, ami miatt át kell szervezni a honvédség rendszereit, és abszolút olyan irányt venni a fejlesztésekben, ami ezeknek a konfliktusoknak a tapasztalatait beépíti a hadsereg rendszereibe. Juhász Ferenc szerint azért mondott butaságokat és szamárságokat az új vezérkari főnök, hogy megfeleljen az őt kinevező miniszternek. Ugyanakkor az a mondata, amely arról szól, hogy szeretné, hogyha a katonák izzadsággal és vérrel készülnének föl a későbbi küzdelemre, az meg kimondottan rémisztő. Hova akarja küldeni a katonákat? Milyen vért szeretne látni a magyar katonák részéről, hogy felkészültebbek legyenek? A korábbi honvédelmi miniszter szerint az ilyen kijelentéssel nem lehet a fiatalokat ösztönözni a sorkatonaságra. És eddig a Híradó hírei, eddig mi beszéltünk, most a szó önöké, hiszen kezdődik a fórum Somos András vezetésével. Szervusz Andris, miről beszélgetnél szívesen ma reggel? Szervusz Géza, köszöntöm a nézőket. Éppen a témáknak a közzétételén dolgozom a Facebook oldalunkon, és hát az első téma természetesen a tegnapi tüntetés, kordonbontás. Higgyék el, meg fogják tudni magyarázni a rendőrök, hogy miért alkalmaztak kényszerítő eszközt,
védett személyek, kiemelt objektumok védelme, úgyhogy bármi a rendelkezésükre áll, de 5 tüntetőt állítottak elő, köztük egy országgyűlési képviselőt is, Tompos Mártont. Mindenkit kiengedtek, az információk erről szólnak. Aztán itt van a téma, hogy alapítványi fenntartásba megy át 6 vidéki kórház. Szóval van minta, ugye az oktatásügy, ahol is hát mondjuk azt, hogy az állam helyett magánvagyonná alakult, vagy alakították át ugye a felsőoktatási vagyont. És hát nyárig elhúzódik a vita a magyar kormány és az Európai Bizottság között az igazságügyi reformról, dacára annak, hogy tegnap megszavazta az országgyűlés elég nagy többséggel ezt a javaslatot. Törvény lesz belőle. Tehát ezek a témák, Géza, de bármi, tudod. Így van, köszönjük szépen, már is telefonálhatnak, én pedig megköszönöm a reggeli figyelmüket, délután 17:25-kor várom önöket, majd ismét híradóval. Szép napot kívánok önöknek, viszontlátásra!